Egyszerűen úgy érzem, hogy valami nagyon nincs rendben. A taxis élet bánt? Igen. Nem. Nem tudom. Csak feszít valami. Valami belső érzés. Tele vagyok rossz gondolatokkal, és... Figyelj, mondok én valamit. Az ember elvállal egy melót. És ez a meló, mint a miénk is, olyan lesz, amilyen ő maga. Úgy értem, teszel valamit, és az te magad vagy. Én például, én már 17 éve taxizom. 10 éve éjszaka. És nincs saját taxim, és miért? Mert nem akarok. Mert egészen mást akarok. Éjszakánként taxizni valaki más kocsijával. Érted már? Szóval kapsz egy új melót, és ez a meló te vagy. Van, aki Brooklynban él, van, aki Sutton Place-ben, az egyik ügyvéd lesz, a másik meg orvos. Van, aki meghal, van, aki meggyógyul. És újak születnek. Éridlem a fiatalságodat. Szárj az egészre. Édd le magad, bármit megtehetsz. Sok választásod úgy sincs. Ki van velünk kurva? Többé vagy kevésbé. Ez a legnagyobb baromság, amit valaha hallottam. Én nem Bertrand Russell vagyok, hanem egy taxis. Mit tudok én? Még azt se tudom, mi a túróról beszéltél. Igen, azt hiszem, talán még én sem. Ne agyalj annyit! Lazíts kölyök, rendbe jön minden. Ez tuti, már sok embert láttam, és... Ez tuti. Igen. Oké? Okay? Igen, kösz. Azt hiszem... Igen, kösz. Hey, jól van már, rendbe jössz, rendbe jössz. Hiszem az én programom részletesebben ki van dolgozva, több benne a fantázia, mint az övében, ezért nagyobb az esélyem a győzelemre. De a kérdés felvetése pusztán elméleti, mert nem rá fognak szavazni, hanem rám. Engedjen meg még egy kérdést. Hogy ítéli meg a választási kampányát? Meg van elégedve? Amikor előálltunk az új szlogennel, hogy mi vagyunk a nép, én úgy gondoltam, uralkodjon a nép. Lehet, hogy túl optimistának tűntem, de meg kell mondjam, most optimistább vagyok, mint valaha. A nép felnőtt ahhoz a feladathoz, amit én szántam neki. A nép képes uralkodni, és egyre többen ismerik ezt fel. És ez így lesz a jelölőgyűlésen, és így lesz Miami-ban is. És tudom, hogy novemberre a nép egy emberként áll majd mögöttem. Még 4 nap és érkezik Charles Valentine. Thank you.
Rivalt most megölöm! Megölöm azt a rohadt kurvát! A prácba! A kezem közé kerül, megölöm! Átkozott Rivalt! A kezem közé kerül, megölöm! Megölöm a rohadt életre! Megölöm! Na, az a taxis követ minket. Látod? Na, nézz oda! A magány végig kísérte az egész életem. Követett mindenhová, bárokba, kocsikba, boltokba, mozikba, mindenhová. Nincs melegvés. Magam vagyok a világon. Június 8. Az életem újabb fordulatot vett. A napok egyre csak peregnek. Megkülönböztethetetlenül a következőtől. Hosszú láncolatban. Aztán egyszer csak beüt a változás. Hello, Travis. Ő itt Sima Andy, utazóügynök. Hello, Travis. Hogy vagy? Van 44-es magnumod? Drága fegyver. Semmi gond, van pénzem. Egy igazi monstrum. 100 méterről megállít egy kocsit. Simán átszakítja a motorját. Ez lenne az. Kiváló minőségű fegyver. Ide néz. Ez aztán a szépség. Harlemben akár 500 dollárért is el tudnám adni valami boxosnak. De én megválogatom, hogy kinek adom a jó cuccot. Hogy tetszik? Bár lehet, hogy kicsi nagy a hétköznapi gyakorlathoz. Ezért neked ezt ajánlanám. Egy rövid csövű 38-as. Ezt nézd meg. Gyönyörű kis fegyver, nem igaz? Nékkelborítású, rövid csövű. Pont olyan, mint egy szolgálati fegyver. Megállít mindent, ami mozog. A magnummal Afrikában elefántokat ölnek. Ez a 38-as megbízható fegyver. Talán játékszernek tűnik. De ezzel akár szögeket is verhetsz a falba egész nap. Akkor is pontosan tudsz célozni vele. Könnyen kezelhető, és óriási az ütése. Vagy jobban érdekel egy automata? Hm? Ez egy 25-ös automata Colt. Helyes kis fegyver. Gyönyörű darab. 6 golyó van a tárban, egy a csőben, ha béna vagy ahhoz, hogy megforgasd a tárat. Tessék, ezt nézd meg. Egy 380-as Walter. 8 töltény van a tárában. Ez aztán a...